Sziasztok! Sajnos méltatlanul elfelejtettük, de igazán megérdemelné, ha megemlíteném munkásságát, hiszen nem semmi karrier tudhat maga mögött. A világ egyik legjobb grafikusaként, dizájnereként, textiltervezőjeként apostrofált Kárász Ilonka. A milleniumi ünnepségekre készülődés lázában hozza a gólya 1896-ban Budapestre. Édesapja ezüstműves, így jó szeme van a művészethez. Korán rácsodálkozik a kis Ilona tehetségére. Ügyesen rajzol már kiskorában, így nem volt kérdés, hogy művészi pályán fog karriert befutni. De micsoda karriert! Felvételizik a Királyi Művészeti és Iparművészeti Akadémiára, gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával, hiszen akkoriban nem volt divatos a lányok előtt megnyitni a főiskolák kapuit. De a tehetség mindig utat tör magának. Első női hallgatóként felvételt nyert, és olyannyira formabontónak is egyedinek találták a látásmódját, hogy 16 évesen már önálló kiállítást rendezett a műveiből. Egy évvel később tragédia rázza meg a Kárász családot. Édesapja meghal. Lezárván a budapesti életet 1913-ban az édesanyjával és lánytestvérével kivándorolnak Amerikába. Érdekesség, hogy Ilonka egyik lánytestvére Mariska később ugyancsak alkotói pályát választott. Ő is Amerikában lett elismert textilművész és divattervező. 17 éves volt, amikor több Európából emigrált művésszel együtt megalapította a Society of Modern Artot. Együtt egy magazint hoztak létre, hogy saját munkáikat népszerűsítsék Amerikában. A magazin címlapjainak a többségét Ilonka tervezte. De nem csak egy magazint, hanem egy iskolát is életre hívtak, ahol Ilonka textiltervezést tanított alig 20 évesen. Gyorsan nőtt az ismerettségük és a presztízsük. Így Kárász Ilonka munkáira hamarosan felfigyelt a helyi elit is. A Bovit Teller nevű cég felkérte a 19 éves magyar lányt, hogy készítsen nekik egy reklámkampányt, és így népszerűsítse a női divat cikkeiket. A kampány olyannyira jól sikerült, hogy kapukat nyitott meg előtte. Bátran nevezett a munkáival a Women's Wear divatmagazin versenyein, ahonnan rendszeresen elhozta az első helyért járó díjakat. 1918-ban már az egyik legjobb modern dizájnerként emlegették. Nem csak művészként, hanem modellként is szédületes karriert futhatott volna be, hiszen csodálatosan szép nő volt. Fekete szem, fekete haj, Mona Lisa-szerű mosoly. Nem csoda, hogy Murai Miklóst, a későbbi Frida Kahlo magyar szeretőit is megiklette. Murai több ízben is a kamerája elé ültette Ilonkát, és az egyik felvétele meg sem állt a Vanity Fair 1921-es számainak egyikéig. Ilonka azonban nem tétlenkedett, ő volt a megálmodója és az alapítója a Design Group nevű társaságnak, amelynek a feladata a művészek összefogása volt egyfajta C-be. Akkori tervezők, tipográfusok, kézművesek, művészek, ipari formatervezők csatlakoztak ehhez a művészi tömörödéshez. Ilonka egészen a 60-as évekig igazgatta őket. Időközben az ipari formatervezés számtalan aspektusát kipróbálta. Ikletet merített a modern, illetve a népi művészetből, és ezáltal ontotta magából a különböző textilmintákat, festményeket, kerámiákat, bútordarabokat, lámpákat, ezüstneműt, játékokat, tapétákat. Megjegyezném, hogy a század közepére Amerika vezető tapétatervezője lett. Bátran kísérletezett merész színekkel, formákkal, megelőzte a korát. Zsakvar szöveteket beültette a saját művészetébe. Tudni kell, hogy a többi dizájner nagyon féltettől a bonyolult mintától. Felkérték, hogy tökéletesítse a műsejmet és segítsen alumínium burkolatokkal való kísérletezésben. Autók és repülők belső tereibe pedig kárpitokat tervezett. Bútortervezésben is kiválót alkotott. A nagygazdasági világválságban az emberek egyszerű bútorok utáni sóvárgását is tökéletesen kielégítette. Sőt, munkái olyannyira jól sikerültek, hogy a New York-i American Designer Gallery által rendezett bútorkiállítás egyetlen női résztvevője volt, és egy egész kislakás berendezését bíztek rá. Mégis a gyermekszoba megalkotásával maradandót tett le a dizájn asztalára. Új ötleteivel forradalmasította a helység kihasználását. A szoba tele lett könnyen alakítható, arányosan kicsinyített bútorokkal, de arra is figyelt az anyaghasználatnál, hogy az tartós legyen, bírja a gyűrődést, és könnyen takarítható és mosható legyen. A gyerekek fejlődésének elősegítéseként használta az érdekes színeket. Például a szekrényeken, a komódokon különböző színű fogantyúk voltak elhelyezve, a falakon körbe pedig palatáblák voltak. Sokan ezt tartják Amerika első modern gyermekszobájának.
A sikerek után több New York-i óvoda, iskola, sőt mozi berendezésének megtervezésével is megbízták. A legismertebb műveit azonban grafikusként alkotta. 1925-ben jelent meg először The New Yorker. Ilonkát felkérték a címlapok szerkesztéséhez, és a kéréseknek mindig eleget tett. 1925 és 73 között 186 olyan címlap jelent meg, ami az ő munkáját dicséri. Gyakorlatilag 50 éven át tervezett rendszeresen címlapokat a világ egyik legismertebb hetilapjának. Jellemzően a hétköznapi élet egy-egy mozzanatát, színes pillanatát elevenítette meg, gyakorlatilag szó szerint, mivel előszeretettel használt merész és szokatlan színkombinációkat. Szinte mindig felülnézeti ábrázolásai voltak, a városi élet mozzanatai ugyanúgy jelentek meg, mint egy piknik vagy egy más szabadidős elfoglaltság. Ilyen formán Kárász borítói nem csak a dohányzó asztalon mutattak jól, de korrajznak is beillettek. Igaz, ugyan nagy sikereket ért el borító tervezésben, de munkájára pontot a háza kivitelezésével tette fel. Ugyanis 1920-ban feleségül ment Willem Nylaert holland vegyészhez, aki remek bárzongorista is volt, és két gyermeket szült neki. New Yorktól északra 80 kilométerre épült meg a 21 szobás házuk úgy, hogy az alaprajzot és a legutolsó szöget is Ilonka tervezte meg. A ház olyan jól sikerült, hogy bekerült a House Beautiful magazin 1928-as számának egyikébe, mint a modern belsőépítészet egyik gyöngyszeme. A lap kiemelte a sok természetes fa használatát és az élénk színű falakat. Szokatlanok voltak a zöld és rózsaszín falak akkortájt. Valamint az egekig méltatták a színezett tükrök asztalként falu használatának ötletét. Házában számtalan alkalommal tartott művészeti órákat a környéken élőknek és az alkotni vágyóknak, és persze nagyon élvezte, hogy Amerikában végre felveti a versenyt a nemek közötti egyenlőség jegyében. Végre versenyezhet férfi dizájnerekkel. 1981-ben néhány héttel a 85. születésnapja előtt a lánya otthonában érte őt a halál. Műveit ma olyan fontos gyűjtemények őrzik, mint a MoMA, The Metropolitan Museum, azaz a Met, valamint a Cooper Hewitt National Design Museum. Kárász Ilona a korának kiemelkedő tehetsége volt, sőt túlmutatott sokszor a kortársain. Amibe belefogott, amihez hozzáért, az aranyjá változott a kezei között. Munkája azonban itthon szinte ismeretlenek, pedig megérdemelni, hogy a legnagyobb modern dizájnerek között emlegessük. Köszönöm, hogy megnézted a videómat! Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!